szobor kicsit olyan, mint a kommunikáció. Tehát, hogy így mondhatok én akármit, de a befogadóban realizálódik igazából a történet. Sculptor Judit Rita Raboczky is part of a new generation of contemporary Hungarian artists. Her sculptures are often made from materials found in garbage heaps, iron, steel plates, wire or cables, and her subjects range from Giotto's angels to cats, portraits and human figures. Szeretek hulladék anyagokból dolgozni. Szeretem azt, amikor már egy anyagnak volt előtörténete, vagy élete. Például ezek a kábelszobrok is teljes véletlen módon készültek, amikor voltam egy gyárban, egy művésztelepen, és ki volt dobva egy rakás gyönyörű hulladékkábel. Megfogott a színük, és hát kaptam egy rakás szemetet, amiből azóta is sikeresen dolgozok, legalábbis, én úgy gondolom. Judit found inspiration in Jesus, Buddha, prehistoric art, or simply an overheard phrase that remained in her mind. Her process is spontaneous and self-reflective, but also grounded in the collective. Szóval eltervezek valamit, de általában soha nem az lesz, így a kezdet-kezdetén. Ezek a szobrok se igazából így készültek. Ez a szobor itt mellettem például úgy kezdtem el hegeszteni, hogy rajta volt ezen az állványon, és beleszervült maga az állványzata a figurába. Úgyhogy muszáj volt meghegesztenem újra egy állványt hozzá, pedig nem ilyennek terveztem. Általában az a téma általában állom másodlagos, az foglalkoztat, ami éppen körbevesz vagy bejön hozzám. Szóval ezek ilyen ösztönösen választom ki ezeket a felvillanásokat. Általában egyébként sorozatokban gondolkodok. Egy szobor nekem, nem szobor, nem elég. Szeretem, hogyha több van belülük, és akkor nálam könnyebben beindul egy sztori róluk. Her first collection, Giotto's Angels, demonstrates her formal skills in traditional fire clay. But working with materials like iron comes naturally to Judit, the daughter of a locksmith. Nekem a fontos egyébként, hogy én szeretek megküzdeni, hogy nem menjen túl könnyen az anyaggal. Nekem a vas az pont, nem ez a heroikus életérzést akarom mondani, hogy szeretek megküzdeni vele, meg hogy az anyag ellenáll, de ez is szerintem nekem hozzátartozik a folyamathoz. Hát, hogy jobban érezzem, hogy nem vagyok egyedül. Hát a láncfigurák, az a csapat, ami életnagyságú, két méteres magasságú figurák, ezeknek az anyagát is egy, hát felhasználva, ezek mind szemetek voltak egy gyártelepen kidobva. Hát barterben megoldottam, adtam kicsi
szóval ott a televezetőnek is kaptam egy rakás gépláncot. Ezek gépláncok, nem bicikli láncok, mert kívülről, messziről fotón úgy nézett ki, de ezek ilyen krokik, laza krokik. Judit's intricate wire sculptures clearly show her talent for sculpting in non-traditional material and her understanding of anatomy. Expressive, proportional and curvy, the life-size and small wire sculptures are as nimble as the human body. Királynő szobromat, amit hát kb. 7 évvel ezelőtt heggesztettem, csináltam. Az volt egyébként a drótszobraimnál talán a legelső, fontos, nekem meghatározó volt. A királynő maga az figura, az én saját arányaimat használtam föl. Egy zárt figura, aki egyébként megnyitott is, de inkább egy zárt figura. Most így visszafele sokkal könnyebb beszélnem, hogy talán akkor mit akartam. De igazából legegyszerűbben úgy tudnám elmondani, hogy nem akartam szobrot csinálni. Vagy hát többet akartam, mint szobrot csinálni. Tehát így, és legtöbb esetben általában azok a legjobb munkáim, amikor nem akarok, vagy nem az elsődleges cél, hogy szobrot akarok. Akartam ennél a szobornál, hogy meg tudjam fogni a levegőjét, vagy az atmoszféráját, vagy az auráját, egy kicsit ilyen máshogy nem tudom mondani. Akartam, hogy a figura maga és a körülötte lévő rész megfoghatóvá váljon a levegőjével együtt. The whimsical, acrobatic figures in her cable series radiate with energy, movement, and the flexibility of human muscle. Bold color is balanced against natural steel, and the smooth, seductive poses give the impression of three-dimensional line drawings about to spring to life at any moment. Az én proporcióimat használtam fel egyébként kívülről. Nagyon sokat egyébként ebben a sorozatban fejjel lefelé állítottam. Hát egy kicsit azzal próbáltam mahinálni azzal, hogy ennyire feje tetején van minden, ami körbe vesz minket. A legtöbb szobraimnál saját magamat használom föl. Vagyis hát így a középpontban saját magam van. Ez nem nagy képűség vagy egocentrikus, hát kinek van a legtöbb köze saját magamhoz, hanem nekem. Saját proporciómat használtam föl. A legtöbb kábel drótszobromnak a mozdulat, a legeslegelején kézenálló mozdulat volt, és az érdekelt a legjobban. Egy picit arra próbáltam appellálni, hogy minden a feje tetejére van állítva, ami körülvesz minket. De egy kicsit a látvány azért ez kibillenti, mert ez a bolond kézenálló figura, ez van egy kicsit ilyen, hogyha átmegyek egy picit a filozófiába, egy nyitott, vidám életérzés is. Olyan volt, mintha saját magát szülné meg. Hát persze az ember olyan arra asszociál, mintha ürítene. Hát végül is a művészet maga is egy ürítés. Kifejezzük magunkat, és kijön az áramlás. Igazából, amikor dolgozok, van egy áramlás érzés, persze, hogy van. Ezt hívják flónak. For her latest series, a moving sculpture installation called Kids, Judit fastened, cut, and welded metal plates into bold, fractured forms that nevertheless maintain a classical frame of reference. Kids seems to mimic Giotto's cherubs,
laughing, crying, grimacing, their powerful expressions evoke feelings of exclusion and rejection. Többször kaptam egy párszor megosztó véleményeket, hogy hát ez maga a horror. Szóval úgy önmagában nekem az, hogy csak magamnak csinálom ezt, nekem persze, hogy nem elég. Érdekes, és pszichésen nagyon is érdekel, hogy kiben mi fogalmazódik meg a látvány, mert az persze az ő kollektív tudatalattiából jöhet elő talán valami, hogy ő mit ad, mivel ruházza föl. Ez egyébként megérdekel. Volt, aki a gyerekek látványától megriadt és felháborodott, és volt, aki kifejezetten drága, kicsi, aranyos gyerekeket látott és szerethető szobrokat. Igazából saját magam, nekem, ami a legjobban foglalkoztat, az saját magam. Magamnak én vagyok a középpontban, de ezt tudom, hogy ez most így nagyon egósan és borzasztóan hangzik, hogy mekkora nagy arc lehetek. Hát legjobban magamnak, nekem van a legtöbb közöm magamhoz. Tehát a legtöbb szobromat például saját magamból kiindulva használtam. Judit will often work on several statues at once, and she prefers working with welded iron. She now resides in Budapest, but her sculptor remains deeply rooted in her own stream of consciousness. Igazából én akkor is dolgozok, amikor nem fizikailag dolgozok. Szóval nem kell itt ahhoz Budapesten éljek, hogy ezeket csináljam, mert tudom képzelni ezt egy erdő közepén is. De energetikailag és a munka az ide köt.